A Pannon TV híradóját látják, köszöntöm Önöket, ma június 24-e Iván napja van. Ez a nyári napforduló ünnepe. Régi hagyomány ilyenkor a tűzugrás, aminek szerelemvarázsló célja is van. 35 éve halt meg Örkény István író. Most azonban lássuk a nap legfontosabb eseményeit, először csak röviden. Nyilas Mihály váltja Deli Andort a tartományi kormányban. Bimbó Mihályt jelölik Magyar Kanizsa polgármesterének. Az eső miatt leállt a búza aratása a vajdasági földeken. Szembe tűnő a különbség Palics turistaövezete és lakónegyede között. Közösülés tart Szerbia és Magyarország kormánya július 1-én Belgrádban. Ezt Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség, illetve a tartományi képviselőház elnöke erősítette meg a Pannon Televízió Szubjektív című műsorában. Mint fogalmazott, az egy hét múlva esedékes ülésen felmerülhetnek olyan témák, amelyekkel a VMS már régóta foglalkozik. A folyamatok felgyorsulhatnak és új mozgásterek is megnyílhatnak, hangsúlyozta Pásztor István. Ez a kormányzati csúcs július 1-én fog megtörténni. Ennek az előkészületei folyamatban vannak. A budapesti kormány személyi összetételének több mint a fele itt fog lenni, és azt gondolom, hogy ugyanez fog vonatkozni a belgrádi kormányra is. És hát elsőjét követően majd látni fogjuk a konkrét témákat, a konkrét eredményeket. Én nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy a két kormány létrejöttét követően az igazán komoly, első nagy ilyen jellegű megnyilatkozás a két ország között van, és fontosnak tartom azt, hogy ezt Orbán miniszterelnök úr forszírozta, hogyha úgy tetszik, illetve szorgalmazta, hogy ez még itt a szabadság előtt bekövetkezik. Nyilas Mihály, Magyar Kanizsa község elnöke követi Deli Andort a tartományi oktatási, közigazgatási és nemzeti közösségi titkárság élén. Deli Andor európai parlamenti mandátumát várhatóan júliusban verifikálják. Nyilas Mihály 1962-ben született Oromon. Dolgozott a Magyar Kanizsai Községi Bíróságon, majd ügyvédi irodát nyitott. 2008-tól Magyar Kanizsa község elnöke. Tartományi titkári jelölését Pásztor István, a VMS elnöke így indokolta a Pannon TV Szubjektív című műsorában. Azt tartottam fontosnak, hogy egy jogász ember legyen, mert itt elsősorban az előttünk levő időben a jogalkotási témák azok, amik uralják a feladatoknak a mezeit. Másrésztről Nyilas úrnak mind közigazgatásban, mind apparátus irányításban, mind ebben a ügyvédi, jogi munkában kellő tapasztalata van, úgyhogy azt gondolom, hogy egyrészt át tudja venni ezt a feladatot, másrésztről pedig egészen biztos, hogy el tudja látni, hogy jól el tudja látni. Július 2-án ülésezik a tartományi képviselőház. Ezzel várhatóan kezdetét veszi a tartományi kormány átalakítása. Egyelőre azonban csak személycserékről döntenek. Pásztor István tartományi házelnök szerint a jelenlegi vajdasági kormánykoalíciónak nincs alternatívája. Az igazi probléma abban van, tudja, hogy a másik oldalon nincsen meg az az anyag, nincsen meg az a mandátum, nincsen meg az a politikailag összeegyeztethető többség, amelyik ennek alternatíváját tudná jelenteni. Pásztor István ősztől koncentrációs kormány létrehozását javasolja Vajdaságban. Ez azt jelenti, hogy ebből a helyzetből, amikor ilyen feszültek a viszonyok, amikor látszik, hogy ott, ahol most számbelileg többség van, ott már igazából szándék, energia, lendület nincsen. A másik oldalon van egyfajta földgyülemlet, fölfokozott hangulat és lendület és energia, amit nem lehet parlamenti többséggel átalakítani. És ebben vívódunk, ebben a helyzetben vívódunk most már hosszú hónapok óta. Én azt gondolom, hogy talán nem a végletekben kellene csak gondolkodni, hanem a közbülső tér valamelyik változatában. És ilyen szempontból én azt gondolom, hogy meg kellene próbálni megnézni, hogy azok, akik ma nem tudnak együttműködni, vajon különböző fontos ügyek témájában, fontos ügyek kapcsán együtt tudnának-e működni. Elsődleges lenne meghatározni, hogy melyek azok a feladatok, amelyek köré a koncentrációs kormány tömörülne, emelte ki Pásztor István.
Bimbó Mihály lehet Magyar Kanizsa új polgármestere. A VMS-es politikus Nyilas Mihályt válthatja a község elnökének posztján, miután Nyilas Mihály tartományi titkár lesz. Bimbó Mihályt a helyi községi képviselő testület nevezheti majd ki. 1945-ben született Üllőn, Pest megyében. Tanulmányait az üllői általános iskolában kezdte. A gimnáziumot Zentán végezte, ezt követően a Szarajevói Állatorvosi Egyetemen diplomázott, majd a zágrábi állatorvosi karon szerzett szakosítást. A sportterén végzett munkája elismeréseként októberi díjjal tüntették ki. 2004 óta tagja a VMS-nek, 2011 májusától egyik alelnöke. Szeptemberben módosulhat Szerbia költségvetése Lazar Krstić pénzügyminiszter szerint, de ezelőtt még el kell végezni az árvíz okozta károk pontos felmérését. Kori Udovicski államigazgatási és önkormányzati miniszter elmondta, az állami és közszférában dolgozók számát csökkenteni kell. Szerbia gazdasága a szakemberek szerint a legjobb esetben is csak stagnál, míg a borulátok enyhe visszaesést jósolnak. A 14. szerbiai gazdasági csúcsértekezleten 400 résztvevő van jelen, a kormány képviselői és gazdasági szakemberek. A kétnapos összejövetel fő témája az árvíz következményeinek felszámolására irányuló terv, a gazdasági növekedés megvalósítása, a gazdaság felújítására irányuló nemzeti terv, a makrogazdasági stabilitás, a politikai és a gazdasági együttműködés a térségben. Lazar Krstić szerint az árvíz okozta károk felbecslése után szeptemberre várható Szerbia költségvetésének módosítása. U kombinaciji sa gasnom krizom da se prosto suočavamo sa potrebom da još više struje uvozimo u periodu kada inače uvozimo struju, što će dalje imati negativne posljedice po naš brutodruštveni proizvod, odnosno platni bilans kao takav. Ništa od ovoga nije katastrofično. Kori Udovicski kormány alelnök, államigazgatási és önkormányzati miniszter szerint csökkenteni kell az állami szférában foglalkoztatott 28 ezer és a közszférában munkahelyet betöltő 760 ezer dolgozó számát, továbbá át kell alakítani a teljesítményrendszert. A miniszter nem akart adatokat mondani az elbocsájtások és a fizetéscsökkentés pontos mértékéről. Ponekad govorimo o državnoj upravi, ponekad govorimo o javnoj, a u svakom od resora treba budemo sigurni da poredimo isti tip funkcija kad govorimo o našoj zemlji i o drugim. Međutim, bez daljnjeg u Srbiji postoje neracionalnosti, postoje i manjkovi i postoje i viškovi. Ali viškovi su u velikom broju i obično u manje kvalifikovanim poslovima. Dusan Vujović gazdasági miniszter a gazdasági csúcson elmondta, a 600 vállalatot érintő új privatizációs törvény hatékony, igazságos és a jelenlegi piaci viszonyoknak megfelelő lesz. Új törvény fogja szabályozni a közvállalatokat, a csődeljárást és a befektetések ösztönzését is. A heves zivatarok miatt 5 magyarországi megyére másodfokú, 7 megyére és a fővárosra elsőfokú figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat. Narancssárga, Riasztás, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád és Tolna megyében van érvényben. Ezekben a megyékben a zivatarokat akár 90 km/h-nál erősebb szél is kísérheti, illetve nagyobb méretű jég is eshet. Egy-egy zápor zivatar során rövid idő alatt 25-30 mm-nél is több eső hullhat. A hét elején elkezdték a búza aratását a vajdasági földeken, viszont a ma esett eső munkakiesést és némi minőségbeli visszaesést hozott. Az eddig learatott búza viszont úgy tűnik, kihúzza majd a gazdákat a nagyobb bajból. Szokatlanul sok munkát igényel a kenyérgabona termelése Vajdaságban. Az őszi-téli csapadék hiánya, később a rozsdabetegség megjelenése, most pedig az aratás közbeni esőzés nagy fejtörést okoz a gazdáknak. A szem minőségének romlása áll fenn, de ezek után a könnyebb aratás megkönnyíti az aratási munkálatokat. Az eső után most kelleni fog 2 nap, hogy újra ki tudjanak menni a földjeikre cséplőgépeikkel. Jelenleg több hektáros vetésünk van, ami most tényleg ez az eső kihatásával meglássuk, hogy mikor tudunk rámenni. Tehát 2 nap legalább szükséges ahhoz, hogy ki tudjunk menni a cséplőgépekkel és folytassuk az aratást. Az eddigiek alapján, amiket vágtunk, tehát zöld volt a szalmája, zöld volt a kalász, nehezen lehetett kicsépelni a szemet. Ezután, az eső után a szem
minőségének romlására, de viszont a könnyebb csépelésre számítunk. Az újvidéki terménytőzsdén 16-18 dináros áron kereskednek az idei termésű búzával. Csantavéren a Gebinél ugyanannyit kínálnak, mint a terménytőzsdén. Leméri a nedvességtartalmat, ami 13-nak kell, hogy megfeleljen, de átveszük 15% nedvességtartalom, míg a buzát. A tisztaságát nézzük neki, 2% az alap, és a hektolitert. A hektoliter 76-osnak kell, hogy megfeleljen, tehát ez számít alapnak. A gazdák az idén is, mint mindenkor, bizonytalanságban vannak a búzatermeléssel kapcsolatban. Habár az évek során a minőség fokozatosan növekszik, az ár viszont marad a régi. A mezőgazdasággal bővebben foglalkozunk majd a mai Híradó Pluszban. Szerbia közutai a legrosszabbak a régióban. Vajdaságban a több mint 2000 kilométernyi másodrendi út állapota nem megfelelő, de a főbb útvonalak 70%-ának minősége is hagy kivetni valót maga után. Kátyúk, repedések, bemélyedések. Vajdaság egyik legrosszabb állapotú közútja a régi út Bács-Fekete-hegy és Szent Tamás közötti szakasza. A Topolyát Újvidékkel összekötő régi nemzetközi autótat még az 1930-as években a berlini olimpiára építették. Ezen a szakaszon található Vajdaság legrosszabb állapotú vasúti fölüljárója is. Az út és a híd felújítását évek óta ígérgetik. A vajdasági utakról az a végleményem, hogy kriminális helyzetben vannak, nagyon rosszak, akármerre megyünk, mindenfele sokkal jobb út viszonyok vannak, úgy nálunk, mint Magyarba, Ausztriába, Németországról ne is beszéljünk. Kishegyes községből bármerre megyünk, Verbász fele, Újvidék fele, Topolya fele, régi is rossz utak vezetnek, és sajnos nem látszik a úgymond az alagút vége, nem tudni, hogy mikor fogják őket megjavítani, vagy kicsit helyrehozni. Szerettük volna megkérdezni Kishegyes község illetékeseit az ügyben, de nem akartak nyilatkozni. Kamerán kívül elmondták, hogy tisztában vannak az út rossz állapotával, de annak felújítása és karbantartása nem az ő hatáskörükbe tartozik. Szerbiában a köztársasági kormány indítványára elkészült ugyan a tervdokumentáció a vajdasági útkarbantartó vállalat megalakításáról, de pénzügyi háttér hiány ez az elképzelés nem valósult meg. Ez hosszú távon fennakadásokat okozhat a munkálatokban. Különféle beruházók, akik az út profiljában terveznek valamilyen építkezési munkálatokat, nem tudnak engedélyekhez jutni, illetve nem tudnak belekezdeni se magába a tervezésbe, a projektdokumentáció kidolgozásába, és magába az építkezésbe sem. A hatáskör átvételéhez néhány alapvető feltétel szavatolására lenne szükség, mondta Miroslav Vasin, tartományi munkaügyi titkár. Verujte i mislim da se slažete, da bi bilo vrlo neodgovorno preuzeti nadležnost za koju nisu obezbeđena sredstva. A ta sredstva postoji u budžetu Republike Srbije, postoji u budžetu javnog preduzeća Putevi Srbije. Tavaly több mint 37 ezer balesetben 634-en haltak meg Szerbia útjain. Ehhez a számhoz az utak állapota is hozzájárult. A következő időszakban Szerbia összesen 274 millió euró hitelt vesz fel az utak kiépítésére és a közlekedés biztonságának javítására. Erről a parlament június közepén hozott határozatot. Közlekedés biztonsági akció a közutakon. A belügyminisztérium a Szerbiai Automotoros Szövetséggel és a Szerbiai Műszaki Vizsgát végző központokkal karöltve június 23-ától 28-áig végzi a kifogástalan jármű, biztonságos jármű elnevezésű, megelőző népszerűsítő kampányát. Annak érdekében, hogy idejében megszüntessék az észlelt hibákat, ezzel megteremtve a biztonságos közlekedés előfeltételeit. Az akció során, melyet reggel 7 és este 8 között végeznek a közlekedési rendőrök, fokozottan ellenőrzik a járműveket lakott területeken. Egy megállítás alkalmával több szempontot is megvizsgálnak. Ha probléma adódik, akkor a járművet műszaki vizsgára küldik, amit ingyenesen végeznek el. Kisebb hiba esetén, ha a gépjárműnek nincs meg a megfelelő felszereltsége, ami törvényileg elő van írva, csak szóbeli figyelmeztetést kapnak a sofőrök. Ha komolyabb, súlyosabb hibákat találnak a műszaki vizsgán dolgozó emberek, négy főbb hiba lehetősége van az autónak, ami komolyabb feljelentést
van maga után, ez mégpedig a gumiknak a nem megfelelő minősége, illetve a futófelületnek a vastagsága, a fékrendszernek valamilyen hibája, a futóműrendszernek valamilyen hibája, illetve a gázrendszernek a nem megfelelő beszerelése, illetve használatának a hibája. Ebben az esetben bírósági feljelentésre számíthatnak a gépjárművezetők, illetve tulajdonosok, a bírság pedig 6000-től 20000 dinárig terjedhet. Megelőző céllal viszem a mesterhez. Valent Etelka rendszeresen viszi járművét műszaki ellenőrzésre. Nagyon fontosnak tartom, és mindenféleképpen helyes a rendőrség részéről, hogy ezt az akciót kezdeményezték. Engem nem állítottak meg, de hát nem is olyan sokat voltam tegnap autóban, nem félek tőle. Sőt, örülnék neki. Esetleg, hogyha ők még felfedeznének rajta valamit, akkor mindenféleképpen orvosolnám, tehát elvinném újra a mesterhez. Katona Attila 10 éves autóját maga bütyköli. Számára fontos, hogy egy rendezett autót vezethessen. Fontosnak tartom, mire a gépkocsinak rendbe kell lenni a járműnek, és ezért szükségesnek tartom eztet. És sokan eztet elmulasszák. Az akció célja, hogy előkészítsék a járműveket a közlekedésben való biztonságosabb részvételre. A program második része június 29-én indul, és július 6-áig tart. Ebben az esetben a műszaki vizsgát már fizetni kell. Szembetűnő a különbség Paris turistaövezete és lakónegyede között. Míg a tóparton gyönyörű park és tisztaság várja az odalátogatókat, addig a főút másik oldalán a több mint 7000 ember lakta részen gaz és szemét uralja a közterületeket. A lakosok elégedetlenkedtek, az illetékes közvállalatok azt mondják, ők elvégzik a munkájukat. Mese szép a palicsi sétány. A női strand, a Vigadó és a zenepavilon környezete bármelyik turisztikai katalógusban megállná a helyét. Rendezett, szép virágágyások, frissen vágott fű, patinás épületek. Ez jellemzi Paris turisztikai övezetét. A karbantartást itt a Paris Ludas közvállalat végzi. A városi képviselőtestület döntése alapján a település rendezése két közvállalat között oszlik meg. Hát az északi részt azt a köztisztasági és parkosító közvállalat tartja, hogy a magyarán a Csisztatya és Zelenila. Ők tartják karba, a park részét az pedig a Paris Ludas közvállalat tartja folyamatosan karba. Itt ez tulajdonképpen egy városi program alapján történik ez a munkálat. A két övezetet a Horgosi út választja el. A déli oldalon ott jártunkkal is dolgoztak a munkások. Az északi részen viszont már az útmenti parkolóban is szeméthegyek látványa fogadott minket. A helyi közösség már régóta küzd a kettős mérce ellen. Ez már 7-8 éve tartó probléma, hogy egyáltalán, mint mostoha gyerek érzi magát a helyi közösség lakóvezeti része, a több mint 7000 polgártársunk él, és mégis a tó melletti rész az szinte napi szinten tisztítva van, rendezve van, ami a sajnos a lakóvezeti részre nem mondható el. A lakóházak közötti területek lesújtó látványt mutatnak Palicson. Az Orbán falva utcában nemrég felújított játszótéren nincs lekaszálva a fű, és a szemét is egyre csak gyűlik. Kovács Júlia környéken lakik, szerinte a fiatalok nem vigyáznak a tisztaságra. Amit megesznek vagy megisznak, eldobik, és nem a szemetesbe dobálják, mert ott is van az a kantin, beletenni nem teszi oda. Hintákat fészaggatik, fölülnek a gyerekek, már meccsátok ezt a partot, hogy a gyerek kigyinomba a szülővel legyen hova leülni, elfűrészelik a deszkát, a padról, főszaggatik. A kukákban felhalmozódott szemétben guberálók keresnek újrahasznosítható hulladékot. Palics lakóövezetében elhanyagoltak a közterületek. Ezen a játszótéren is csak ritkán szedik össze a szemetet. A karbantartásért felelős köztisztasági és parkosítók közvállalat illetékesei azt mondják, hogy ők elvégzik a munkatervükben leírt feladatokat. Praktično održava higijena tog prostora. Odnošenje smeća sa javnih površina iz džubrijera također radi naša služba higijene svakodnevnosti i plus odnošenje kućnog otpada i kabastog otpada iz programa domaćinstva fizičkih lica, odnosno pravnih lica, jednom nedeljno prema ustaljenom programu kako to i ide. A Palicsi közterületek képe ezt nem támasztja alá. A kukákból kidőlő szemét valószínűleg nem egy nap alatt gyülemlett fel. Thank you.
Jövőre Szerbia elnököl az EBSZ-ben és július közepéig ismerteti programtervét, amit egy év alatt meg akar valósítani, jelentette be Ivica Dačić külügyminiszter. Szavai szerint ez óriási lehetőség arra, hogy az ország visszanyerje nemzetközi tekintélyét és befolyását. Egy belgrádi csúcs találkozó megtartását is tervezi, amelyen részt vennének az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet tagállamainak vezetői. Dačić egyébként ma Bécsben részt vett az EBSZ biztonságpolitikai értekezletének megnyitóján. Elmondta, Szerbia támogatja az EBSZ-nek az ukrajnai válság enyhítésére irányuló erőfeszítéseit. Albánia megkapja az uniós tagjelölti státuszt, az Európai Uniós tagországok szakminiszterei ebben állapodtak meg ma. Stefan Füle, az Európai Bizottság bővítésért felelős tagja a Twitteren üdvözölte a döntést, és úgy értékelte, hogy az bátorításként szolgál a balkáni országnak a további reformokhoz, de elismeri az eddigieket is. Az unióban a tagjelölti státus elnyerése utáni következő lépés a csatlakozási tárgyalások megkezdése, erre azonban nincs határidő. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Folytatódik a nyilatkozat háború Adán a hatalmi koalíció és az ellenzék között. Befejeződött a Vajdasági Kézimunka Kedvelők Szövetségének nemzetközi kiállítása. Tovább éleződnek az ellentétek az adai politikai szintér szereplői között. Az ellenzéki képviselők a községi képviselőtestület legutóbbi ülésén elhagyták a termet, ezzel tiltakozva az ellen, hogy a testület nem fogadta el az egyik módosítási javaslatukat. A község polgármestere szerint ezzel szégyenfoltot ejtettek a képviselőtestület intézményén. Így hagyták el a községi képviselőtestület június 19-i ülését az ellenzéki képviselők Adán. Ad a községben szégyenfoltás ett a képviselőtestület intézményén. Mondja Bilicki Zoltán, Adaközség demokrata párti polgármestere annak kapcsán, hogy az ellenzéki képviselők a községi képviselőtestület ülésén a napirendi pontok elfogadása után elhagyták az üléstermet, ilyen módon tiltakozva az ellen, hogy a testület nem fogadta el a napirendi pontok sorrendjének módosítására vonatkozó javaslatukat. Közös erővel, közösen, közös munkával többet tudunk elérni a község fejlődése érdekében. Az ellenzéki képviselők sajtótájékoztatójukon közölték, azért hagyták el az ülést, mert a testület nem fogadta el a napirendi pontokkal kapcsolatos módosítási javaslatukat. Minden eddig beadott módosító javaslatunkat, ajánlatunkat a DP és a VMDK által képviselt szavazógépezet úgymond leszavazta, semmisítette, ellehetetlenített bennünket, és hát úgy gondoltuk, hogy akkor teret adunk az illető uraknak, hölgyeknek, hogy kifejtsék tevékenységüket. A képviselők hangsúlyozták, szeretnének konstruktív ellenzékként részt venni a testület munkájában, ám ennek lehetősége nem adatik meg számukra. Minden ajánlatunkat, minden felszólalásunkat, minden beadványunkat az ellenzék, illetve a pozícióban lévő párt elvett, leszavaz, sőt, mondhatnám azt is, hogy ignorál. Az ellenzéki képviselők az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban több elemet is kifogásoltak, ám az ülésről való távozásuk miatt sem kifogásaik, sem javaslataik nem kerültek a testület elé, aminek következtében a testület vita és ellenszavazat nélkül fogadta el határozatait. Programmal védenék a nőket az őket érő erőszaktól. Felmérések szerint minden második vajdasági nőt ért inzultus. A nők fele átél valamilyen lelki erőszakot, egyharmadukat fizikailag is bántalmazzák, míg közel 10%-ukat szexuálisan kihasználják. Végső esetben a biztonságos ház intézménye nyújt bizonyos időre védelmet nekik. Tavaly csak nem 10 000-en kértek védelmet az újvidéki szociális intézménytől. Žena, koja se nađe u problemu nasilja u porodici, vrlo često napušta tu porodicu i ostaje potpuno ekonomski osiromašena i zapravo nema ekonomskih resursa da se osamostali. A most közvitán szereplő program a 2020-ig terjedő időszakig fogalmazza meg a nők elleni erőszakkal szembeni teendőket.
Ono što je novo i što je bio nama okvir za rad na ovoj strategiji, ovom strateškom dokumentu, odnosno sada programu, kako se to sad zove, je Konvencija Saveta Evrope za zaštitu žena od nasilja u porodici i to je nešto što nam je dalo, kako kažem, nekakav novi polet, jel, nova pravila i nove standarde. A nők elleni erőszak visszaszorítását a szigorúbb törvényi háttér eredményezhetné. Szerintem az, amit biztosan tudnánk tehát javítani a helyzeten, hogyha maga a közvádlóság, a bíróság hatékonyabban dolgozna, hogyha a családon belüli erőszaknak az elkövetői sokkal szigorúbban lennének megbüntetve, akkor biztosan, hogy egy komolyabb lépés lenne előre. A konferencia résztvevői egyetértettek abban, hogy a nők elleni erőszak visszaszorítása, illetve megakadályozása terén rendkívül fontos az érintettek minél szertágazóbb tájékoztatása, valamint az érdekképviseletük során megvalósított közös fellépés hatékonyságának növelése is. Befejeződött a Vajdasági Kézimunka Kedvelők Szövetségének nemzetközi kiállítása. Hétfőn délután gálaműsorral zárult a 4 napos program. A Bács-Fekete-hegyi általános iskolába több mint 1000 látogattak el, hogy megtekintsék nagyanyáink művészetét. Az értékálló és egyedi kézimunkák pótolhatatlan kincseink. A népi művészet ezen ágának népszerűsítéséért szervezték meg idén is a Vajdasági Kézimunka Kedvelők Szövetségének nemzetközi kiállítását. Öreganyám azt művelte, édesanyám szintén, feleségem, tehát aki női ág van a családban, az mind műveli, és hát evel díszítik, szépítik a lakásunkat otthon. És én tisztelem nagyon ezt a munkát. 56 csapat, 1400 kiállító, mintegy 5000 kézi munkája volt megtekinthető a 4 napos tárlaton. Így módon átadjuk, amit mi is örököltünk eleinktől, hímzéseket, hagyományokat, szokásokat, tehát egy ilyen átmentő generációk vagyunk, akik a fiatalságnak átadjuk mindazt, amit mi az eleinktől kaptunk és tanultunk. Idén a Bács-Fekete-hegyi Hestia Nők Egyesülete lehetett a házigazda. A község elöljárói a záró ünnepségen a jó együttműködést és a közös munka fontosságát emelték ki. A mi meglátásunk szerint fiatalokat megszégyenítő módon szervezik a rendezvényeiket, vitálisak, mindannyiunk számára pozitív példát mutatnak. Rendkívül büszkék vagyunk rájuk. 1568 diplomát osztottak ki a szervezők. Az idei volt az elmúlt másfél évtized legsikeresebb kiállítása. Ennek a kiállításnak az üzenete az, hogy Vajdaságnak ez a rétege tartson össze, mert ezzel a réteggel nem nagyon foglalkozik senki. Jövőre a Vajdasági Kézimunka Kedvelők Szövetségének nemzetközi kiállítását Bács-Kossuth-falván szervezik meg. Magyarországi innovációs versenyeken is sikeresek az újvidéki Mihályló Pupin villamossági középiskola diákjai. A tanulás mellett ugyanis találmányokat készítenek a magyar tanulók. Kancsár Zsolt az iskola második osztályos tanulója. Legutóbbi találmánya a vakoknak és gyengén látóknak segít mindennapi nehézségek leküzdésében. A legfontosabb része, úgymond a szíve az egész készüléknek, ez az SRF 04 távolságmérő szenzor, amelynek két fő része van, ez a kettő. Az egyik ultrahangos jelet bocsájt ki, ami visszaverődik a tárgyakról, a másik az pedig ezt az ultrahangos jelet felveszi. Ebben található egy mikrokontroller, ami az ultrahangos jelet hangá alakítja át. A hang pedig attól függően változik, hogy a tárgy távolabb vagy közelebb van. Zsolt felkészítő tanára segítségével a Magyarországi Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen is elismerést szerzett. Találmánya a 20 legjobb között szerepelt. Idén hallottam először erről a versenyről, ajánlottam a diákoknak. Zsolt volt az, aki 4 ötlettel is megjelent, és e közül választottuk ki ugye a szemüvegnek az ötletét, hiszen ez segíteni is tud, társadalmilag is van értelme az egészet úgy végigcsinálni, mint továbbfejleszteni. Az újvidéki Mihályló Pupin villamossági középiskolában őszre újból indul egy 4 éves magyar osztály, méghozzá távközlési szakirány.
Az első két mérkőzését elveszítő, ezzel gyorsan búcsúzó címvédő spanyol válogatott utolsó hétfői találkozóján 3-0-ra nyert a már szintén kiesett ausztrál csapat ellen a brazíliai labdarúgó világbajnokság B csoportjában. A holland válogatott 100%-os teljesítménnyel lett csoportelső, miután 2-0-ra verte a szintén továbbjutó, eddig két győzelmet szerzett chilei válogatottat. A hazai pályán játszó brazil csapat 4-1-es győzelmet aratott hétfőn késő este Kamerun felett, ezzel az élen végzett az A csoportban. A másik mérkőzésen Horvátország 3-1-re kikapott Mexikótól, így búcsúzik a foci VB-től. A legjobb 16 között Brazília Chilével, még Hollandia Mexikóval találkozik majd. Ma a D csoportban 18 órától Olaszország Uruguayjal, Costa Rica Angliával, a C csoportban 22 órától Japán Kolumbiával, Görögország pedig Elephant John parttal csap össze. A mezőny felett csomagol haza Brazíliából, a csoportból továbbjutókra pedig a kieséses szakasz vár. Bírói tévedések, technikai újítások és a favoritok korai búcsúja jellemzi a 2014-es foci VB-t. Tóth Tibor sportújságíró napi szinten követi a világbajnokságot. Elmondása szerint az esélyesnek tartott spanyolok és angolok sem véletlenül véreztek el idő előtt. Ugye kihullott például a világbajnok Spanyolország, ugye kihullott Anglia. Angliától nem is vártam sokat, mert a legutóbbi EB-ken, VB-ken a csoportból nem nagyon mentek tovább. Spanyolország kieséséről pedig az a véleményem, hogy ez már egy eléggé megfáradt, telítődött társaság. Ugye két EB-t nyert, egy VB-t nyert. És talán a tiki-taka ideje is most már lejárt. Juhász Gábor hosszú évek óta nyomon követi a labdarúgást. Riporterként pedig napra kész az aktuális hírekkel. Véleménye szerint a holland válogatott a világbajnoki cím legfőbb várományosa. Véleményem szerint a hollandoknak most nagyon erős csapatuk van, és bejutnak mindenféleképpen majd a döntőbe. Ott pedig az ellenfelük vagy a házigazda brazilok, vagy a világversenyekre mindig nagyon felszívottan érkező németek lesznek majd az ellenfelük. A végső győzelemre szerintem most a hollandok az esélyek, és végre világbajnokok lesznek. Az elkövetkező két hétben sem unatkozhatnak a szurkolók, mert a legizgalmasabb meccsek még hátra vannak. A Híradó Plusz vendégem a Fremond Árpád, köztársasági parlamenti képviselő, a mezőgazdasági bizottság elnök helyettese. Gőzerővel folyt az elmúlt napokban az aratás itt Vajdaságban, az árpát már learadták, a búza javarésze még talpon van. Milyen információid vannak arról, hogy milyenek a hozamok, illetve hogy milyenek a felvásárlási árak? Amit el lehet mondani az aratáshoz az, hogy eltérően az előző évekhez most korábban kezdődött egy héttel, vagy több mint egy héttel az aratás. A szakemberek is azt mondják, hogy sajnos nem lesz olyan a minőség, mint a tavalyi években volt, hiszen a minőség ugye különböző betegségek miatt, illetve az eső miatt, a hőmérséklet változása miatt nem lesz olyan a minőség a búzának, mint amilyen volt az előző években. Ettől függetlenül azt lehet elmondani, hogy körülbelül olyan 4,5 tonnát átlagtermésre lehet majd számítani, ennyi termésre tudnak átlagban majd számítani a termelők. Körülbelül ez most ugye az első adatok alapján, hiszen ugye pár nappal ezelőtt ugye megkezdődött a búzának az aratása is. Amit el kell még mondani az, hogy körülbelül olyan 520.000-550.000 hektáron volt búza vetve, és ebből az következik, hogy körülbelül olyan 2 millió tonna, vagy attól egy kicsit több lesz majd, és átlagban az országnak olyan 1,7 millió tonnára volt szükség az elmúlt időszakban, tehát a jelenlegi állás szerint azt lehet mondani, hogy az ország szükségeit egy az ki fogja elégíteni, és több mint valószínű, hogy kivitelre is fog jutni majd a búzából. Ami az árat illeti, ugye a mezőgazdasági termelők azok legalább 20 dináros árat szeretnének, vagy attól többet. Kilogramonként egyenlőre a felvásárlók tudomásom szerint olyan 17,5 dináros árat kínálnak, azzal, hogy ugye ez nem végső ár, hogyha több lesz, akkor a különbözőt majd ki fogják fizetni. Amit tudunk, és ami a mezőgazdasági bizottságon is téma volt, ugye az árutartalékok igazgatója vendége volt az egyik bizottsági ülésen, és én kérdeztem azt, hogy az árutartalékok tervez esetleg felvásárolni valamilyen mennyiséget. De azt kell tudni, hogy a költségvetés módosítással ugye a tavalyi évben sajnos lefaragták, illetve a költségvetése a 2014-es évre le van faragva az árutartalékoknak a költségvetése, és úgy tűnik, hogy nem lesz első körben felvásárlás, amennyiben a kormány nem határoz úgy, hogy
valamennyi mennyiséget az árutartalékok vásároljon fel, hiszen ide különböző eszközök kellnek az árutartalékoknak, ami egyenlőre nincsen előlátva. Úgyhogy ilyen formában ez nem fog megtörténni. Én remélem azt, hogy mégis az ár az olyan lesz, hogy elfogadható legyen mindenki számára. Reméljük azt, hogy a következő hetekben azért még alakulni fog az ára, és azért ezt a 20 dinárt azt el fog érni, vagy meg fogja közelíteni. Bár a termelők az idén megkapták a támogatásokat, de a támogatás összege vajon mire elég? Mennyire tudnak így versenyképesek lenni a termelők, mint teszem azt, az uniós termelőkkel szemben? Ugye két része van a támogatásnak, az egyik 6000 dinárt, ezt a közvetlen kifizetést, ezt közel 90%-a a termelőknek megkapta, tehát nagyon sokan megkapták ezt az első részét a támogatásoknak. Ezt a minisztérium mindentől függetlenül az árvíz helyzetre és minden másra ezt folyamatosan fizettek. Ugye voltak olyan híresztelések, hogy mivel történt ez a természeti katasztrófa, majd a termelők nem fogják megkapni a támogatásokat. Ez nem így van, a támogatásokat azt a mezőgazdasági minisztérium a pénzügyminisztériumon keresztül továbbra is tervezi kifizetni és szeretné kifizetni. És hát nagyon sokan, tehát itt az Észak-Bácskai körzetben itt közel 90%-a ezt a 6000 dinárt, ezt a közvetlen kifizetést, ezt már meg is kapta az én információim szerint. De mire elég ez a 6, mire elég, mint teszem azt, ez a 100 euró egy vajdasági gazdának? A másik része ugye a műtrágya és a vetőmag. Nagyon fontos az, hogy mondjuk rá a termelőknek a befektetését ez valamilyen formában azért visszatérítik, tehát hogy azért mégis van 3000 dinár a műtrágyára, 3000 dinár az üzemanyagra, bocsánat. Tehát ez nagyon fontos, hogy ez van, és én elhiszem azt, hogy a termelők nem elégedettek, és hogy nem sok mindenre elég egyébként ez a 100 euró, amit kapnak ők hektáronként, de én remélem azt, hogy az elkövetkező időszakban, amíg csatlakozik az ország az Európai Unióhoz, ez a támogatás folyamatosan növekedni fog. A mezőgazdasági miniszterasszony is azt ígérte, hogy a következő években folyamatosan növekedni fog a támogatás. Nem sok mindenre elég, de azért mégis jó, hogy van, és a mezőgazdasági termelőknek igenis, hogy sokat jelent az, hogy egyáltalán ekkora támogatás is van. Ha nem lenne, vagy ez sem lenne, akkor azt hiszem, hogy még nehezebb helyzetben lennének. Én remélem azt, hogy a jövőben valóban tudjuk tartani a támogatások növekedésének az ütemét. Ugye a mezőgazdasági támogatások és vidékfejlesztésről szóló törvényben megvannak a minimumok határozva, minden évben vannak új rendeletek, amivel növekedhetnek ezek a támogatások. Ahogy a minisztérium és a miniszterasszony is kijelentette az elmúlt napokban, tervezi azt a minisztérium, hogy a jövőben ezeket a támogatásokat növelje, hogy még versenyképesebbek legyenek a termelők. Ugye a legnagyobb veszélyben a kis termelők vannak, az ő számokra van a legfontosabb a támogatás. Mit tud ez esetben tenni a kormány, illetve mi vár a kis termelőkre, teszem azt az Európai Unióba való csatlakozásig? Nagyon fontos az, hogy a kifizető ügynökség az már végre akkreditálva legyen, tehát és ezen a kifizető ügynökségen keresztül tudunk majd Európai Uniós pénzeket lehívni. Tehát nagyon fontos az, hogy maga a kifizető ügynökség, ugye ennek a támogatásokért is felelős kifizető ügynökségnek a székhelye Sábácon van. Ezt a székhelyet szeretnék Belgrádban áthelyezni, és megfelelő számú emberrel kell, hogy rendelkezzen ez az intézmény, ahhoz, hogy az Európai Uniós pénzeket is le tudja az ország hívni. Tehát fel kell állítanunk a rendszert, ezt a rendszert az Európai Unió szakemberei eljönnek is vizsgálják, átnézik, utána, amikor azt mondják, hogy ez a rendszer működőképes, akkor tudunk majd csak pénzeket lehívni. A legjobb esetben is 2015 lesz az az év, amitől el tudjuk ezeket a pénzeket majd el tudjuk kezdeni lehívni. Úgyhogy itt még nagyon sok munkája van a szerb kormánynak és a mezőgazdasági minisztériumnak is, de remélem, hogy ez rendben lesz. Amit már tudunk előre, hogy lesznek 40%-os visszatérítések különböző eszközökre. Úgy tudom, hogy traktorvásárlásra nem, de különböző kapcsolatú eszközökre, más berendezésekre, ahogy volt az előző években is, lesznek támogatások, nem lehet még pontosan tudni, hogy mikor, de már információim szerint készül az a rendelet, ami alapján majd lesznek ilyen visszatérítések, tehát ezek azok a dolgok, amire majd számíthatnak a termelők, tehát lesznek különböző pályázatok, illetve hát itt van a tartományban is a különböző hitellehetőség és a tartományban a mezőgazdasági titkárságnak a pályázatai, aminek ugye lesznek majd másik köre is még ebben az évben, tehát ezek azok a lehetőségek, amit még pluszba esetleg a mezőgazdasági termelők és a kis termelők is ki tudnak használni. És az utolsó kérdés az arra vonatkozik, hogy a VMS kormányzati szerepet vállalta a választások után, és a pártprogramjában kiemelt szerepet kapott a mezőgazdaság. Mik a fő célkitűzései a VMS-nek, ami a termelők megsegítését, illetve a mezőgazdaságot illeti? Pár szóban csak. Amit mindenképpen szeretnénk elérni az, hogy ne tudjanak a külföldiek spekulatív módon termőföldhöz jutni itt Szerbiában, hanem hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy megerősítsük és hogy segítsük az
az itteni mezőgazdasági termelőket, abban, hogy ők saját maguk tudjanak esetleg termőföldet vásárolni majd a jövőben. Amit még el kell mondani az az, hogy mindenképpen fontos kiemelni, hogy a támogatás politikát szeretnénk, hogyha nem változna. Ha pedig változik, akkor olyan ütemben változzon, hogy a mezőgazdasági termelők is részesei legyenek a folyamatnak, tehát hogy ők is tudjanak hatni, ha úgy tetszik, a támogatás politikára. Reméljük azt, hogy a következő években a csatlakozásig folyamatosan növekedni fog a támogatás, a területapú támogatás. Mindenképp foglalkozni fogunk továbbra is a járulékkérdéssel, hiszen a kis mezőgazdasági termelőknek óriási problémát jelent ez, hogy hatalmas összeget kell járulékként befizetni, és hát mindenképpen az egyesületekkel, illetve magával a faluházat rendszernek az építésével szeretnénk a jövőben is foglalkozni, szeretnénk, hogyha ez kiemelten lenne kezelve, hiszen ez nagyon-nagyon fontos. Az elkövetkező időszakban ugye képezni kell a termelőket, fel kell őket tudni készíteni arra a versenyre, ami vár rájuk az Európai Unióba. Előadásokat kell tartani az ő számukra, tehát ebbe szeretnénk partnerek lenni a jövőben is, és ezek azok a területek, amivel mindenképpen szeretnénk a jövőben is foglalkozni, és természetesen minden egyes aktuális kérdéssel. Tehát reméljük azt, hogy ebben az évben elfogadja a kormány a termelés előfinanszírozásáról szóló törvényt. Ez nagyon-nagyon sokat jelent a mezőgazdasági termelőknek, hiszen maga a termény a következő terményét azt tudnák letétbe helyezni, tehát ilyen formában ez nagyon sokat lendítene véleményem szerint a mezőgazdaságon. Fremond úr, köszönjük szépen, hogy a vendégünk volt. Én is köszönöm a lehetőséget. Eddig tartott a híradó, a legfontosabb hírek jönnek még egyszer röviden. Nyilas Mihály váltja Deli Andort a tartományi kormányban. Bimbó Mihályt jelölik Magyar Kanizsa polgármesterének. Az eső miatt leállt a búza aratása a vajdasági földeken. Szembe tűnő a különbség Palics turistaövezete és lakónegyede között. Híreinket, bejátszásainkat pedig elolvashatják és visszanézhetik a pannonrtv.com honlapon, vagy hangoljanak a 91.5-re, ahol a Pannon Rádió műsora hallható. Maradjanak továbbra is velünk, a viszontlátásra!